az első tétmérkőzésen, hogy érezted, hogy ment a játék? Úgy gondolom, hogy azt, amit vártam, jó érzelmekkel kézilabdáztunk, koncentráltan, teljesen egymennyi volt, közte törekedtünk a jóra, a kiválóra, persze nem mindig sikerült, de törekedtünk, jó emóciókkal kézilabdáztunk. Megmondom őszintén, nagyon régen éreztem ilyet, de picit izgultam meccs előtt. Ez a debütáció furcsa volt, de örülök neki, hogy ilyen szépen sikerült. Tényleg, én gondolom, hogy rendben vagyunk mentálisan, most már kijelenthetem. Természetesen nem egy célért küzdünk a haladással, tehát azért ezt látni kell, de úgy gondolom, hogy még jó is kézilabdáztunk. Hát ennek örülök, és várjuk a jövő hét is tartot a bajnokságba. Sokkal nehezebb mérkőzés lesz jövő héten, Kozár Miszlen jelen, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy rangadó. Hát így van, tehát sokkal ez teljesen más mérkőzés lesz. Hát a két bajnok esélyes játszik egymással. Én mindig azt mondom a szurkolóknak, hogy le kell tenni valamit az asztal, és utána fognak jönni szurkolók. Most egy megelőlegezett bizalmat kérnék. Talán ez most, ezt oda raktuk, ezt a Magyar Kupát, higgyenek bennünk, bízzanak bennünk, jöjjenek, mert egy fantasztikus hangulatban jó kézilabdázni, és azt mondom, 50-50% a szombathely Kozár Miszlen esély. A szurkolóink, a fanatikusaink ott lesznek, az plusz 10%, az már 60-40, segítsenek, segítséget kérek. Nem csak csapatkapitány voltál, hanem a csapat motorja is a mai napon. Legtöbb gólt, 8-at lőttél a Haladás hálójába. Milyen érzés volt az első tétmeccsen szerepelni? Nagyon jó érzés volt végre tétmérkőzést játszani. Igazából már a bajnokit nagyon várom, főleg a Kozár Miszlen ellenét. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk, főleg, hogy ennyivel, és hogy sikerült megmutatnunk, hogy egy csapatban Szombathelyen. És több gólt lőttél, ami nagy kapusindításból született, és gratuláltál hol Biancának, hol pedig Rékának. Ezek voltak a legszebb gólok számodra? Nekem sokkal jobban tetszett az, amikor mentem a pályán, és a Biancának bepasszoltam a labdát, de amúgy, amit a Bidzsó indított, igen, az is nagyon jó volt. Ez volt az első mérkőzés egy Szombathelyen, és már nagyon vártad, az előző nyilatkozatod is erről szólt. Túlestél a tűzkeresztségen, milyen volt? Hát óriási élmény volt, főleg, hogy ilyen rangadóval kezdett a csapat. Megmondom őszintén, egy kicsit izgultam, hogy milyen lesz a formánk, meg a saját teljesítményem, de egyszerűen a szurkolóknak is nagyon szépen köszönjük, tehát nélkülük ők is kellenek a győzelmekhez, nagyon szuper volt. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, és szerintem mindenki óriásit küzdött. A végén voltak egy-két technikai hibák, de szerintem óriásit mentünk.